Az Új Kántner Egyetemi Kórus kolozsvári magyar egyetemisták kezdeményezésére jött létre 2009 őszén, pontosan 10 éve. Karnagyú Fekete Miklós. A kórus tagjai a város egyetemeinek legkülönfélébb szakjairól érkeztek, a bölcsészettudomány, építészet, kultpedagógiai, óvó, tanítói, közgazdasági, mérnöki, orvosi, informatikai, teológiai, testnevelési, művészettörténeti, zeneművészeti karok hallgatói, doktorandusai, tanárai, illetve végzettjei. Repertoárjuk ugyanolyan színes, mint a kórustagok foglalkozása. A reneszánsz művektől a kortárs magyar és idegen nyelvű alkotásokig minden olyan komoly vidámat, egyházi világit, régi újat, hangzatosat, fülhegyezőt szívesen énekelnek, ami örömmel tölti el, és igényes kórus muzsika. Ők azok, akik Kolozsváron először kórus flashmobbal is meglepték a Karolina tévieket. A kórus ezúttal is köszönetét fejezi ki a házigazda, református tanárképző és zeneművészeti karnak a rendszeres kettesti kóruspróbák helyszín támogatásáért. A kórus és karnagyú Orbán György rajongását jelzi a mai éneklésük is. 4 Orbán művet fognak énekelni, melyek a zeneszerzői sokszínűség más és más arcát világítják meg. A Marosvásárhelyen született és Budapesten élő zeneszerző életének másfél évtizede szorosan kötődik Kolozsvárhoz. Előbb diákként, majd zeneiskolai és konzervatórium tanárként vállalt részt a város zenei életében. Elsőként Orbán György, mint mellékdal című harmóniákban gazdag kórusműve hangzik el, melyet a zeneszerző József Attila Tószúnyadó című versére komponált. Ezt követi a Ó Misztrész Mine, Ó Kedvesem, Hol s merre jársz című kórusműve, melynek vidám hangulatú szövegét William Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című színművének egy rövid részlete, a Pohóc dala jelenti. Harmadikként a Nunc Dimittis című egyházi motetta szólal meg, melynek szövege a Lukács evangéliumából ismert Simeon éneke. Így kezdődik. Most bocsásd el, Uram, a te szolgára, a te ígéd szerint békességben, mert látták szemeim a tőled küldött üdvözítőt. És utolsóként Veres Sándor egy kedvesen gyöngéd szerelmes versének megzenésítését halljuk, a Paprika Jancsi szerenádját. Mivel két kórus is idei repertoárjára tűzte ezt az utolsó művet, a református tanárképző és zeneművészeti kar muzikórum kórusa és az Új Kántni Egyetemi Kórus együtt fogja énekelni majd önöknek. Következzék tehát, hölgyeim és uraim, az Új Kántni Egyetemi Kórus Fekete Miklós karnagy vezetésével. Fogadjuk nagy szeretettel!